került ez a törvényjavaslat a ház elé. És ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni azt is, hogy lássuk világosan, természetesen ez a törvénynek a hatálya nyilván Magyarországra terjed ki. Nyilvánvalóan az is ugye felvethet már kérdéseket, hogy vagy érdekességként ugye meg lehet említeni, hogy az állam hogyan szabályozza ugye az egyházakat, vagy az egyházaknak a működését, ez önmagában már egy érdekes kérdés. Az pedig nyilván annál még tovább vezet, hogy hogyan terjedhet ki, kell-e, hogy ennek a törvénynek hatálya bármilyen formában az ország hatályén túlja terjedjen, és bármilyen formában tartalmazon rendelkezéseket, kitételeket, illetve a kormány számára kötelezettségeket az elcsatolt területeiken élő magyar egyházakkal kapcsolatban. Mi úgy gondoljuk, hogy szerencsés lett volna, és ezt módosító javaslat formájában majd meg is fogjuk tenni, hogyha a törvény ilyen kitételeket tartalmazott volna. És itt szeretném megjegyezni, visszatérve az előző gondolatomra, én az elmúlt két hétben számos környező régió különböző felekezetű egyházi vezetőjét, lelkészét felkerestem, és azok a visszajelzések jöttek, államtitkár úr, hogy önök, őket sem keresték meg, az ő véleményüket csak kérték ki, illetve közülük egyet-kettőt megkerestek. Bizonyára nem érkezett ilyen megkeresés több történelmi, vagy Magyarországon történelminek számító felekezethez, mint ahogy például a környező országokban élő evangélikusok, unitáriusok, illetve a görög katolikusok sem tudtak arról, illetve az ő véleményüket nem kérték ki ezzel a törvénnyel kapcsolatban. Tehát hiányoljuk tehát azt, hogy legalább elvi szinten a törvényben szerepeljen kitétel azzal kapcsolatban, akár a preambulumban, akár máshol, hogy a magyar állam, vagy Magyarország, ha már nem is köztársaság vagyunk, ugye, elismeri, támogatja, megbecsüli, tiszteletben tartja azt a nemzetmegtartó munkát és tevékenységet, amit a környező országokban működő magyar híveket gondozó egyházak, karitatív, oktatási és ugye a preambulumban felsorolt egyéb tevékenységet végeznek az ottani magyar közösség érdekében. De ezek az egyházak egyébként nem csak az ottani magyar közösség érdekében végeznek fontos feladatot, hanem úgy gondoljuk, hogy fontos feladatok van a magyar-magyar kapcsolatoknak az ápolásában, határon átívelő tevékenységet is végeznek. Éppen ezért fogunk egy olyan módosító javaslattal élni szeretnénk, hogyha a preambulumnak a szövege, az utolsó sora arra változna, elismerve itt az egyházak munkájának a méltatása mellett, nem csak azt, hogy a tevékenységükkel milyen jelentős szerepet töltenek be az ország életében, hanem szeretnénk, hogyha elismerésre kerülne az, hogy milyen jelentős szerepet töltenek be a nemzet életében is. Beszélt államtitkár úr tegnap arról, üdvözöltük szintén konkrét összegeket, megemlített államtitkár úr, hogy különböző célokra a környező országok magyar egyházaihoz milyen összegek kerülnének, akár infrastruktúrális beruházásokra, fejlesztésekre, vagy felújításoknak a támogatására, akár a pasztorációra, lelki gondozásra szintén támogatjuk, szintén hiányoljuk ennek valamiféle, erre való valamiféle utalás, vagy a törvénybe ennek a megjelenítését. Szóval már itt többször a hídgyülekezetéről, kérem Nyakó képviselőtársamat, hogy figyeljenek, hogy én nagyon világos leszek ezzel kapcsolatban, pereljen be egész nyugodtan. A Jobbik a hídgyülekezetét egy nemzetellenes, kártékony, cionista szektának tartja. Ez a világos álláspontunk ebbe a kérdésbe. A hídgyülekezete azonban most már sajnos nem csak Magyarországon mérgezi a nemzetnek a lelkületét, hanem Erdélyben is terjeszkedik. Szeretném erre felhívni a figyelmüket. Itt van egy konkrét ügy egyébként, ami ellen a nagyváradi katolikus püspökség már több esetben tiltakozott. A hídgyülekezete a magyar állami pénzen felújított Adi központban tartja az Isten tiszteletnek nevezett blaszfém örjöngéseit. Kérem államtitkár urat, hogy lehetőség szerint hallgassák meg a nagyváradi katolikusoknak az ezzel kapcsolatos panaszát. Ha lehetőségük van rá, akkor tegyenek meg mindent azért, hogy a hídgyülekezetének a tevékenységét Erdélyben vissza tudják szorítani. És főleg azra, hogy ne működhessenek, ne tarthassanak úgynevezett istentiszteleteket olyan épületekbe, amely magyar állami pénzből teljesen más célra valóban egyházi és valóban
hitéleti, nemzetmegtartó hitéleti tevékenységnek a folytatására, támogatására épült. Szeretném itt megemlíteni, tegnap erről volt szó államtitkár úr, de fontos a tartalom, hogy hangozzék el itt a parlamentben is. Én nagyon örülök annak, hogy arra a kérdésemre államtitkár úr tegnap, amikor megkérdeztem, hogy a környező országok magyar egyházi tevékenységének a támogatásában önök a így gyülekezetének a tevékenységét is beleértik el. Örülök, hogy államtitkár úr egy határozott nemmel válaszolt, erre szeretném önt emlékeztetni, és a későbbiekben is, ha szükség lesz rá, akkor erre a kérdésre vissza fogunk majd térni. Sajnáljuk továbbá, és ezen most nem akarok túlzottan hosszan lovagolni, de említsük meg, hogy az egyébként hivatalosan korábban sem szereplő, de a köznyelvben meglévő és bizonyos lehetőségeket, jogokat jelentő történelmi egyház megnevezés a törvényben nem szerepel. Mi nem tudunk egyet érteni itt Szabó Tímával, az LMP vezérszónokával, aki ugye arról beszélt, hogy ő semmilyen megkülönböztetés nem lát indokoltnak különböző egyházak között, csak arra való tekintettel, hogy az milyen régóta működik Magyarországon, vagy annak a híres személyiségei milyen fontos szerepet töltöttek be a magyar történelme, magyar kultúrtörténelme. Mi igenis úgy gondoljuk, hogy jó és helyes lett volna, ha bizonyos egyházakat, bizonyos felekezeteket érdemeik, múltjuk, a nemzet szolgálatában végzett tevékenységek szerint kiemeltük volna. És itt szeretném mindenképpen megemlíteni, és szeretném, ha itt elhangozna az unitárius egyháznak a neve is, ugye, amely az egyetlen magyar alapítású egyház, bár létszámában kicsiny mind Magyarországon, mind Erdélyben, tagjai 99,9%-ban magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű, és szeretném hozzátenni, hogy nemzetük iránt erősen elkötelezett hívekből áll. És az unitárius egyháznak ugye korábban is, vagy az elmúlt 20 évben mindig nagy sérelme volt, hogy nem kaphatta meg ezt a történelmi egyház jelzőt. Sajnáljuk, hogy innentől kezdve erre már végképp nem lesz lehetőségük. Aztán szeretném még egy hiányra felhívni a figyelmüket, amit örömmel láttunk volna a törvényben, lesz egy módosítónk ezzel kapcsolatban. Kérik, hogy fontolják, mert finoman fogunk fogalmazni, ígérem, mert a cél a lényeg. Ez pedig a cigánypasztorációnak a kérdése. Mi úgy gondoljuk, hogy az egyre inkább szaporodó, és hát hogy fogalmazzak, nehéz körülmények között élő, alacsony igényszinten rendelkező cigányságnak a megzabolázására és a törvénytisztelő keresztény életvitelre való, hát ha nem is kényszerítésében, de legalábbis terelésében és segítésében eddig is fontos munkát végeztek többnyire a keresztény történelmi egyházak. Ezt a munkát mi fontosnak tartanám, mint az egyik olyan lehetőséget, amely cigányságnak a felemelkedését, a normális életvitelét, a normális többségi társadalomba való illeszkedését segíteni. Ezt a tevékenységet azt hiszem, és ez a Jobbik programjában is szerepelt egyébként a radikális változásban, ezt a tevékenységet az államnak is hát támogatni, de minimum méltányolni és elismerni kellene. Engedjék meg, hogy két módosító javaslattal éljek még gyorsan. Mi nagyon jónak és helyesnek tartjuk, szeretném ismét az MSZP fel elismételni, hogy az oktatási intézményekben, mint ahogy a felsőoktatás, nem csak a köz, hanem a felsőoktatási intézményekben is lehetőség van hitoktatásra, illetve hitéleti tevékenységnek a gyakorlásába. A törvény azonban úgy fogalmaz, hogy csak a közoktatási intézményeknek kötelessége a dologi feltételeket, illetve más kötelező iskolai foglalkozásokkal nem ütköző időpontot biztosítani hittanórákra, hitéleti tevékenységre. Mi szeretnénk ezt az első feltételt a felsőoktatási intézményekre is kiterjeszteni, tehát a Jobbik azt javasolja, hogy amennyiben igény van rá, akkor a felsőoktatási intézményekben is kötelező legyen a dologi feltételek, magyarul a teremnek a biztosítására. Nyilván ide nem vehető be az, hogy az iskolai foglalkozásokkal nem ütköző időpontban, hiszen a felsőoktatásnak ugye más sajátos időbeosztása van. Jó, ezt már egy-két percesben. Akkor még kettő dolog, ami már nem szorosan a témához tartozik, de szeretném rá felhívni a figyelmet. Tisztában vagyok azzal, hogy a kormánynak kevés lehetősége, eszköze van, nem is biztos, hogy szerencsés lenne, hogyha az egyházaknak a belső életébe
határozottan beleavatkozna, főleg kevés erre a lehetőség is az eszköz határon túl. Mégis szeretném a Jobbik nevében felhívni és felkérni a kormányt arra, hogy lehetőségei szerint tegyenek meg mindent arra vonatkozóan, hogy a környező országokban élő magyar közösségek sajátos egyházi szervezetének a kialakítását segítsék. Értem ez alatt azt a régi küzdelmet, amit a felvidéki katolikusok folytatnak azért, hogy magyar katolikus püspökük legyen, vagy értem az alatt az akár több száz éves küzdelmet, ami a csángók anyanyelvi misézése segítését jelenti. Még egyszer mondom, tudom, hogy erre az eszközök csekélyek, mi a szándékot és az elkötelezettségét szeretnénk önöktől világosan számon kérni. És még egy javaslat. Lesz még akkor két javaslatunk a későbbiekben. Megköszönöm akkor a figyelmüket, és kérem államtitkárulat, hogy ezeket a javaslatokat fontolják. Megköszönöm szépen. Az előre bejelentett felszólalói lista végéhez érkeztünk most a helyszínen. Gombot nyomó képviselőknek adom meg a szót, elsőként Miklőr József képviselőnek, KDNP. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! Abban mindannyian megállapodhatunk, és az előttem szólók ezt a részét nem is érintették a felszólalásaikban, hogy Magyarországon vallásszabadság van. Ezt ez a törvényjavaslat maximálisan megerősíti. Azt a tényt, hogy a vallásszabadság az természetjog, amely a lelkiismereti szabadság jogában gyökerezik. Ez az előttünk fekvő törvényjavaslat pontosan ezt húzza alá akkor, amikor arról is rendelkezik, hogy milyen módon gyakorolhatják az emberek ezt a vallásos meggyőződésüket, hitbeli meggyőződésüket, és ehhez az állam részéről milyen kereteket lát lehetségesnek. Mindenki a saját lelkiismeretének szavát köteles követni, a lelkiismereti szabadság ebben jelenik meg, még akkor is az én hitem szerint, hogyha téves ez a lelkiismereti felfogása, látásmódja. Éppen ezért is tudom nagy türelemmel hallgatni képviselőtársaim különféle felszólalását. Ezért is gondolom azt, hogy a hitet tanulni kell, képezni kell magunkat is ezen a téren. A vallási türelmességnek az alapja az, hogy a saját hitünkkel, saját hitbéli felfogásunkkal a lehető legjobban legyünk tisztában, és ebben ne csak elméleti szinten képezzük magunkat, hanem ennek gyakorlásában is mutassunk példát. Bőven van tapasztalatunk az elmúlt évtizedekből, főleg az átkos időszakra gondolok most, amikor az egyházakat nagyon leegyszerűsítve állami szinten üldözték, vezetőiket bebörtönözték, majd aztán, ahogy ezt már az előttem szólók közül többen is megemlítették, finomabb eszközökre váltottak, és a börtön helyett a templomba próbálták bezárni őket. Azt azonban folyamatosan tapasztalniuk kellett, hogy mivel nem ők döntöttek ezeknek az egyházaknak a létrehozásáról, ezeknek a hitbéli közösségeknek a létrejöttéről, ezért képtelenek is voltak fölötte hatalmat gyakorolni. Az egyházak élnek és élni is akarnak, és dolgozni akarnak, és teszik is a dolgukat. Az államnak az a kötelessége, hogy ehhez azokat a lehetőségeket és eszközöket biztosítsa, amelyet minden magyarországi polgár megérdemel, és amely minden jószándékú kezdeményezés mellé az állam eddig is oda tett, és oda kell, hogy tegyen. Ezért is fogalmaz úgy a 8. paragrafus 2. bekezdése, hogy az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. A szétválasztás az állam és az egyház között az éppen azt erősíti meg, hogy minden olyan cél érdekében, amelyet a közösség érdeke húz alá és erősít meg, ezekben a kérdésekben együtt kell, hogy működjön az állam az egyházakkal. Ez a törvényjavaslat nagyon sok olyan fogalmat
tisztáz és egyértelműsít, amelyekkel eddig nagyon sokan nem voltak tisztában, éppen ezért is egy hiánypótló törvényről van szó. Ez a törvény minden egyházra, minden vallási közösségre vonatkozik, amelyik Magyarországon működik, vagy amelyik Magyarországon egyházként, vallási közösségként szeretne működni. Nem tudom nagyon értelmezni és elfogadni sem azokat a mostani véleményeket, amelyek a tekintetben próbáltak érveket felsorolni, hogy ez miért nincs benne, vagy az miért van benne. Én azt gondolom, hogy ha valaki figyelmesen elolvas ezt a szöveget, akkor mindenki benne van, minden önmagát vallási közösségnek tekintő szervezet benne van ebben a törvényben, benne lehet ebben a törvényben, ugyanis vannak, akiket a törvény név szerint felsorol és megjelöl, és vannak, akiket név nélkül említ, mint potenciális lehetséges vallási közösségek számára lehetőséget nyit arra, hogy ők is ebbe a körbe bekerülhessenek. Én azt szeretném üdvözölni elsősorban, hogy végre egyszer már van egy nyilvános lista, van egy olyan időszak, amikor fölmerjük vállalni, hogy igen, ezeket az állam is partnernek tekinti ebben a közösségi célok érdekében végzett munkában. A többieket is annak tekinti, csak őket formailag egy más körbe helyezi, az egyesületi körbe, civil szerveződések körébe, mert úgy látja, hogy azokat a feltételeket, hogy ő ebbe a körbe vonhassa, még nem tudták teljesíteni, de a lehetőség az ő számukra is nyitva áll. Tisztelt Országgyűlés, az ember test, lélek és szellem együttese. Csak így együtt mondjuk és mondhatjuk magunkról, hogy élünk. Akinek valamelyik a háromból hiányzik vagy hibás, azt az embert, embertársunkat segítenünk kell, és az ő számára is minden lehetséges eszközzel megpróbáljuk megteremteni, hogy teljességben egészségesnek mondhassa magát. Ennek az életnek, az életben tartásához van szükségünk olyan közösségekre, amelyekben kiteljesedhetünk. A vér szerinti családunk, a nemzetségünk mellett a közös hit adta közösség, az egyház a legősibb erőnk életünkben. A család és a közös hitbéli közösségeink akaratából jöttek létre, születtek az első iskolák. Az iskola, amelyik a család és az egyház a hitbéli közösség kérésére végzi el, folytatja azt a tevékenységet, amelyet a családban és az egyházban szerez meg a gyermek, és egészíti ki az iskola a nevelésével és az oktatásával, a tanításával. Éppen ezért is a hívő családok és az egyházak jogos, mindenkori jogos igénye a saját iskola, a saját intézmény lehetősége. Ehhez kapcsolódik a jogszabálytervezetnek az a része is, amikor azt mondja, hogy akik ilyen intézményben vállalnak munkát, vagy ilyen intézménybe iratják be a gyermekeiket, vagy vesznek részt annak szolgáltatásában, akkor ott az odatartozásnak az egyéb jeleit is számon lehet rajtuk kérni, és természetes módon lehet rajtuk számon kérni, hiszen önként kérték ennek az intézménynek a vagy munkavállalói, vagy a mondjuk iskola esetében a tanulói jogviszonyát. Barankovics István 1948. június 16-án egy nagy ívű beszédet mondott itt a parlamentben, amikor a kommunizmus első lépéseiként Magyarország több mint 1000 iskoláját, egyházi iskoláját egy csapásra államosította az akkori államhatalom, és döntött arról, hogy azt a felekezeti iskolát, felekezeti tanrendet és lehetőséget megvonja a magyar családoktól,
amelyek hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül adhatták a magyar nemzetnek, a magyar családoknak azt a többlet erőt, amellyel gyermekeiket az igaz, becsületes, tisztességes életre nevelhették. Ebben a beszédében többek között olyanokat is idéz, mint Eötvös József vagy Kossuth Lajos. Eötvöstől például azt idézi, hogy az állam azon jogot sem követeli, hogy a népnevelés terén minden másokat kizárva monopóliumot gyakoroljon. Vagy azt mondja, minden alkotmányos állam saját érdekei ellen cselekszik, ha azokat, akik őt a népnevelésben segítik, ezen működésükben akadályozni akarja. Sajnos ennek mindezeknek ellenére is Baronkovics részletes és hosszú beszédében kifejtett érvei ellenére történt meg az iskolák, egyházi iskolák államosítása ebben az időszakban. Most egy olyan lehetőséget kíván ez a törvény is tovább erősíteni, amely lehetőségre a rendszerváltozás óta ugyan nyílt alkalom, mégis ezeknek az iskoláknak, intézményeknek a létrejötte a minél jobban való megerősödése sok minden akadályt szenvedett. Én abban bízom, hogy ez az új törvény például az egyházak társadalmi szerepvállalását, vagyis amelyet a 8. paragrafus második bekezdése külön is megerősít, a közösségi célok érdekében történő együttműködést lehetővé teszi, fölgyorsítja és megerősíti. Ebben segítse mindannyiunkat a Teremtő, és hogyha közösen elfogadjuk, akkor ez a törvény. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most 2 perces felszólalásra Szászfalvi László államtitkár úrnak adok lehetőséget. Parancsoljon, képviselő úr. Államtitkár úr. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim. Néhány dologra hadd reflektáljak. A sok elhangzott gondolat közül a regisztráció vonatkozásában szeretném jelezni a felvetettekre, hogy ugye a törvényjavaslat, amelyet képviselőtársaim előterjesztettek, kettős regisztrációt fogalmaz meg. Az egyik regisztráció tekintetében, az úgynevezett kötelező regisztráció tekintetében szintén van egy testület, egy grémium, amelyik dönt, azt úgy hívják, hogy országgyűlés. A másik grémium, a másik regisztráció során ott pedig a fővárosi bíróság, ez a grémium és ez a testület. És hogy világos legyen, hogy mennyire nem a földtől elrugaszkodott álláspont, ezt végig kell tekinteni az európai modelleket, szinte minden országban azért másképpen vannak, másképpen működnek ezek a modellek. Nagyon sok esetben az országgyűlés ugyanilyen kompetenciákkal bír más európai, illetve uniós országokban is. Kategóriák kérdésére nagyon röviden hadd térjek rá, többen felvetették, hogy jó ez, nem jó ez, ez is egy európai gyakorlat, sorolhatnám itt, föl van nekem írva hosszasan, hogy hány országban különböző kategóriákat alkalmaznak, és mégis egészen furcsa módon európai országok, európai tagállamok, uniós tagállamok ezek az országok, tehát nem kell Nyakó képviselő úr aggódni, megnyugtatom képviselőt, hogy ez teljesen európai gyakorlat, és nem kell ebből ilyen szempontból félni. Felvetette, azt hiszem, ha jól emlékszem, az LMP-s képviselőtársunk, hogy homályosak a fogalmak. Én szeretném leszögezni, lehet, hogy lehet ezt még precizírozni, de ahhoz képest, hogy mi volt az elmúlt 20 évben Magyarországon, ehhez képest azt gondolom, hogy nagyon pontos fogalmakat használ az új törvényjavaslat, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy egyáltalán definíciók legyenek a törvényben, ami eddig gyakorlatilag nem létezett, nem volt, hiszen milyen alapon és kiknek alkotjuk a törvényt, a törvényeket, hogyha azt, aki olvassa, vagy akire vonatkozik, nem tudja, hogy miről beszélünk, vagy mire vonatkozunk. Azt gondolom, hogy ez fontos és jó dolog. Egyeztetések kérdése. Szeretnék megnyugtatni pillanatra, hogy a kormány képviselőjének bármikor joga van a házszabályunk értelmében felszólalni. Én úgy értelmezem, akkor nem 2 percre kért szót, úgyhogy kérem folytassa is akkor rendes felszólalásként. Később. Köszönöm szépen. Akkor most Szávai István képviselő úrnak adok szót a Jobbik képviselőcsoportból. Köszönöm szépen.
leszek, csak azért kértem még szót, hogy még két gondolatot, amire az előbb nem volt időm, megosztok önökkel, illetve államtitkár úrral, magamra reagálok magyarul. 14. paragrafus tartalmazza a nyilvántartásba vételnek a szabályait, ahol van egy ilyen kitétel nagyon helyesen, hogy az egyházak tagjai nyilatkoznak arról, hogy az általuk létrehozott szervezet tevékenysége nem ellentétes az alaptörvénnyel, jogszabályban nem ütközik, valamint nem sérti más jogait és szabadságát. Szeretnénk, hogy egy kiegészítés kerülne még hozzá azzal kapcsolatba, hogy a létrehozandó egyházak tagjai vállalják azt, hogy tevékenységükkel mindenkor figyelembe veszik Magyarország érdekeit, valamint tiszteletben tartják nemzeti kulturális örökségünket. Ennek a megfontolását kérem önöktől, nem hiszem, hogy túlzottan indokolnom kell ezt a javaslatot. És végül pedig, ha nem is a törvényhez, de a témához lenne egy felvetésem, és majd kérem államtitkár urat, hogy reagáljon válaszában majd arra, hogy lát-e erre esélyt, egyáltalán egyetérte vele, feltételezem, hogy igen. Arra lenne egy ötletünk, államtitkár úr, hogy a jelenlegi határainkon túlra irányuló osztálykirándulásoknak a mintájára mi jónak tartanánk, hogyha az állam támogatná testvérgyülekezeti kapcsolatoknak a megerősítését, akár anyagi formában is a testvérgyülekezeti kapcsolatokat, testvérgyülekezeti látogatásokat, mint a magyar-magyar kapcsolatok fejlesztésének, erősítésének az egyik színterét, az egyik helyszínét. Számos, főként ugye a történelmi egyházakhoz tartozó magyarországi gyülekezetnek van az elcsatolt területeken testvérgyülekezete. Nálunk evangélikusoknál is sok ilyen van, de katolikus és református testvéreinknél is számos testvérgyülekezeti kapcsolat működik. Jónak és hasznosnak tartanánk, hogyha az állam megfontolná, hogy ezt valamilyen formában, akár pályázati alapban, akár más módon ezt támogatna. Azt hiszem, hogy a törvény szellemiségéből és az önök kormányprogramjának a szellemiségéből is azt hiszem, hogy ez következik és ez indokolható. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Szászvaldi László. Bocsánat, előtte még folytatni akarja államtitkár, akkor Nyakó István képviselő úrnak adom meg a szót, két perces hozzászólásra, mivel érintettség is volt. Köszönöm a szót, elnök úr, pedig én szívesen hallgattam volna Szászvaldi államtitkár urat, mert majdnem, hogy olyan múzsám ide csókol, és egyből egy-két gondolat eszembe jut. Például itt a kategóriák kapcsán az első táblában, kimondjuk, hogy kategória már az is furcsa, az is sok. 4-es, 6-os közös zsidó vallás felekezeteknél egységes Magyarország izraelita hitközösség. Én úgy tudom, hogy ez néhány éve működő, és az ezres létszámot sem nagyon éri el. Akkor milyen alapon, milyen logika folytán került ebbe a kiemelt csomagba, nevezzük akkor így. Akárcsak megmondom őszintén, az ortodox egyházak, látom és mondtam is, hogy valószínű diplomáciai okai lehetnek ennek a dolognak, de hát, hogy mondjam, történelmisége adott esetben megvan. De azt azért erősen kétlem, hogy akkor a társadalmi befolyásoltságuk lenne, hogy az első kategóriája méltóak. Direkt használok ilyen durva fogalmakat, ugyanis szerintem nem kellenek kategóriák. Szerintem a következő történt. A gombhoz keresték a kabátot. Meghatározták, hogy kik lesznek az első kategóriának a sztárjai. Kicsit még próbálták vizezni, hogy elfogadható legyen, ide is kacsintottak oda is, majd rögzítették az egészet. Aki kimaradt, azt meg valamilyen logika folytán pakolták ide, meg oda, meg amoda. Szerintem ez nem jó út, már csak azért sem, államtitkár úr, mert nézze, sokkal jobb lett volna, és szerintem elegánsabb, hogyha nem KDNP-s országgyűlési képviselők terjesztik be ezt a törvényjavaslatot. A KDNP-s, ezt se gondolom, képviselő úr, de hát azért lássuk be, én teljesen egyetértőleg mondom azt, hogy van annak hangulata és van annak értéke, hogy egyébként a keresztény egyházaknak itt ülnek bent a hivatásos lobbistája a parlamentben, ez szerintem a keresztény nem akart a néppárt, de ezt önök büszkén vállalják. Ez illetve volna talán elegánsabb, hogyha a vallási semlegesség egyfajta megközelítését inkább a kormány beadványában láttunk volna viszont ezen az asztalon, mert hát adódhat, aki valaki úgy gondolja adott esetben, hogy hát itt egyfajta részlehajlás is benne van ebbe a törvénybe, és aztán majd szeretném folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szászvaldi László államtitkár úrnak adok szót. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nyakó képviselő úr, nem túlságosan felemelő gondolataira én nem kívánok reflektálni, mert ilyen szavakkal és fogalmakkal dobálózni, hogy kik lesznek a sztárok ezen a listán, és ide-oda pakolgatni, szerintem méltatlan ez az egész törvényhez, ez az egész témához a
ez a hozzászólás a Nyakó képviselő úrnak. Én ott szeretném folytatni, ahol abba hagytam az előbb kényszerű okok miatt, az egyeztetések kérdése, mert ez több oldalról felvetődött. Szeretnék mindenkit tájékoztatni arról, hogy hosszú hónapok óta